és a te lelkeddel. Testvéreim, szent misénket, elkott Gábor szülőkért és elkott Gábor nagyszülőkért ajánlom fel. Szent misén kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy védkeztünk.
uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mind örökkön örökké. Amen.
és a te lelkeddel. Dicsőség neked, Istenünk! Illetőleg megrendítő úszorata, hogy egyszer a templomban
is. Ne feledjük, hogy Krisztus követőinek a rászorulókat segítő szolgálata már a kezdeti időben kivívta a pogányok csodálatát is, és figyelmüket a keresztény közösségre irányította. 2000 éves történelmünk során az egyház tagjai minden történelmi korban törekedtek szeretettel segíteni a rászorulókon, így téve tanulságot arról, hogy Krisztushoz tartoznak. A katolikus Karitász munkatársai önkéntesei azon dolgoznak, hogy a Szent Erzsébet életében megnyilvánuló tevékeny szeretet ma is része legyen egyházunk minden napjainak. Az ő példája nyomán a katolikus Karitász is magáénak vallja Ferenc pápa gondolatát, amelyet idén október 19-én a Világkérdezési Fórum résztvevőihez címzett. Magát az embert kell a figyelem középpontjába állítani, teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt, főként a nélkülözőkre gondolva. Február után nélkülözők új csoportjával találkozunk. Hazánk igyekszik minden olyan eszközzel segíteni, ami a leginkább rászoruló és a béke értelmében áll. Katolikus Karitász munkatársai a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szándéka szerint folyamatosan jelen vannak a Magyar-Ukrán határnál, segélyszállítmányokat juttatnak el Kárpátaljára és a háborús övezetekbe is. Konkrét segítséget adnak a kérdezetekben vállóknak. Gyors segély mellett, albérleti támogatással, jogi ügyekben, vagy munkahelyi és iskola keresésben nyújtott tanácsadással, ám a legfontosabb, hogy személyes jelenléten, emberséggel, krisztusi szeretettel fordulnak a rászorulókhoz. Keresztény emberként minket különösen is elborzaszt a háború. Hiszünk benne, hogy egymás kölcsönös tisztelete megértése, ami előmozdíthatja a békét. Pontosan a 60 évben 1962 őszén kezdődött a II. Vatikáni sínod, amelynek egyik központi gondolata éppen a béke volt. A sínodi atyák szerint a béke annak a rendnek a gyümölcse, melyet teremtője oltott bele az emberi társadalomba, s amelyet az egyre nagyobb igazságosságra szolgáló embereknek nem is kell azonban a hazánkon kívülre néznünk, hogy nehéz helyzetben lévőket találjunk. Itthon is szembesülünk az energia és az élelmiszerek drasztikus áremelkedésével. Tapasztaljuk hétköznapjainkban is, hogy számos családnak, közösségnek, iskolának vagy vállalkozásnak jelentenek súlyos nehézséget a megemelkedett költségek. Szent Erzsébet példáját követve arra mutatunk mindenkit, hogy az előttünk álló nehéz időkben legyünk hasznos eszközök Isten kezében, vegyünk észre a környezetünkben segítségre szorulókat. Erre mutatott szeptember 27-én Páli Szent Vince szavait ajánlva követői figyelmében a közösségi médiában bejegyzésében. Kérjük az egyház és a magunk számára a kegyelmet, hogy meglássuk az éhező, szomjazó, idegen, munkáinkó és méltóságában megfosztott, beteg, rabságban lévő emberben az Úrét is. Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 20-án vasárnap belsei adományainkkal is segítség egyházunk karitatív és szociális szolgálatát, amely Isten gondviselő, irgalmas szeretetét mutatja fel. Kelet-Budapesten 2022. november 5-én
Testvéreim, az idő és az örökké valóság ura nem elítélni, hanem üdvözíteni akar minket. Kérjük kegyelmét, hogy minden megpróbáltatás között is hűségesek maradjunk hozzá. Vésd szívünkben azt az igazságot, hogy te minden megpróbáltatás közepette változatlanul szeretsz minket. Kérünk téged, hallgass meg! És a te lelkeddel.
számos. Hűséges és hidalmas Atyám, hálálunk néked, mert nekünk adtad fiadat, Jézus, úrunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, akit a szívottat és a bűnös, letette és szépén őt, semmiféle jóség mellett. Az ő élete és tanítása arra utat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt, fölséged dicséretét szentjük. Majd ugyanígy kezébe vette a borral tett helyet, kismét hálát adott, utána a tanítványainak is így szól. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem telje az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontani a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Most a tévekkel
meghosszuk bánatukat és aggodalmainkat, reményeinket és örömeinket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei Atyánk, irgalmaz testvéreinknek, aki Krisztus békéjében húgnak el, és légy irgalmas minden meghozhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszt bennünket a végső napról. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár rám. Engedjük, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal is, a vértanokkal, Szent Mártonnal és minden szenteddel együtt, Úrunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa jön vele és ő benne, a tiéd mindenható Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk Szabára, és Isteni tanítását felvállalva, így imádkozunk.
Az emberi nem megváltója tekintse el a kezdetű felajánló imát.
Szent Mise belsei adományait országosan a katolikus karitás tevékenységeinek támogatására gyűjtjük. November 28-áig népszámlálás zajlik Magyarországon. Buzdítunk mindenkit arra, hogy népszámlálás alkalmával vallja meg, hogy a római katolikus valláshoz tartozik. November 26-án Egyházmegyei Családi Lelki Nap lesz Szombathelyen a Boldog Preller János Általános Iskola és Gimnázium épületében. A Lelki Nap mottója: békesség teremtés a családban és kapcsolataiban. A főelőadó Varga László kaposvári megyésküspök lesz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a család.martinus.hu oldalon lehet november 15-ig. A regisztrált résztvevőknek ebédet biztosítanak. Sütemény felajánlásokat pedig szívesen fogadnak. Átvenni lelki gyakorlat lesz Szentöltekben a Szombathelyi Martinaon felnőttképző akadémián december 1-ig a péntek este 6 órától december 4-e vasárnap délután 2 óráig. A lelki gyakorlatot Juhos Ferenc Mervide atya fogja vezetni. Témája: Isten ölelése életünk eseményeiben. Szeretettel hívják az életünket. Részvételi díjszállással és teljes ellátással 19.000 forint fejenként. Jelentkezési határidő november 24-e. A programról további információk Kisné Katár Csesztertől kérhető, valamint gondolom, hogy a www.martineon.hu oldalon is található. Zarándoklatot szerveznek Fatimába 2023. április 24-től 28-áig. Érdeklődni és jelentkezni a Misszió Plus utazási irodában lehet. Honlapja www.missioplus.hu. Az Úr legyen veled, és a te lelkeddel. Fogadjátok alázatos hívekkel az áldás. Öncselő Istenünk híveit szívébe, szilárdíts meg őket hatalmas kegyelmeddel, hogy áhítattal imádjanak téged, és őszinte szívvel szeressék egymást. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Áldjon meg benneteket a minden adó Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.